is kíváncsi voltam, hogy mi lesz a reakció erre a kezdeményezésre. A magyar nép az egy gyógyító nép. Annyi földetek legyen, amennyivel elgyógyítok. Kassai Lajos szállóigéje mondja és többször idézi, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követnek. Szóval fenntartható visszafejlődés, élelmiszer, önellátó közösségekről, kialakulások történetéről. Fogadjátok szeretettel Sipos Mihályt. Szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket. Elnézést kérek, most ülni fogok, mert a bal lábam megsérült. Mindig ezek a sérülések azért jönnek, hogy ne menjél, hogy maradjál otthon, hogy ahogy az orvostudomány, illetve a mainstream orvostudomány is mondja, hogy feküdjél, pihenjél, tedd fel, bolcolt fel a lábad, de sokkal többről van itt a szó, mint hogy ez megengedhető lett volna, és minél nagyobb a szembeszél, én általában annál inkább megyek, mert annál inkább ott van a helyem valahol. Hogyha körbenézünk a világba, és egyébként nem egyedül jöttem, itt van velem Péter Géza, ott a Fenntartható Visszafejlődés YouTube csatorna kamerái mögött, aki a Tiszavárkonyi Kisközösségünk közösségvezetője. Közös égről és közösségről őt is lehet majd fakadni a végén. Hogyha körbenézünk a világba, és látjuk ezt a gazdasági átalakulást, gazdasági válságot, élelmiszerválságot, akkor én meg szoktam állítani a dolgot. Nincsen gazdasági válság, nincsen élelmiszerválság sem, egész egyszerűen az igények válságát éljük. Azoknak az igényeknek a válságát, melyeket e világ tárcán kínál és kínált elénk már több tíz évvel ezelőtt óta, és folyamatosan belekényszerít minket, hogy soha ne legyen elég. Hogy soha ne érjük el azt a szintet, amikor azt gondoljuk, hogy nekünk ez elég, és ezen az igényeink szintjén mozogjunk. Ami a közösségünkre általában jellemző, és a közösségről fogok beszélni most elsősorban nektek, az az, hogy az igényeinket a szükségleteink szintjére radikalizálva, és ezzel nap mint nap megküzdve éljük a mindennapjainkat. Közösségünkről rengeteg mindent tudhattok, ami a fő lényege az az, hogy szakma mentén kapcsolódik össze. Egy olyan szakma mentén, amit most szeretettel tárok elétek, mert biztos vagyok benne, hogy holnap ti is ilyen közösséget létre tudtok hozni. Ez az a fajta közösség, amiben nincs késő, amiben még nem késtetek el, hogyha esetleg most fogtok bele, vagy pedig a már meglévő saját közösségeiteket ilyen új alapokra helyezitek. A szükségletek első szintjén az egészséges ivóvíz és élelmiszer van. Mert inni és enni minden nap szükséges. Persze, az, hogy magunk között vagyunk és használhatjuk a szakmai latint, hogy élelmiszart viszünk be a szervezetbe, vagy esetleg élelmet, vagy élelmiszer,
ez rajtunk múlik, és ez a mi döntésünk. Azt mondta Kis Márton barátom, aki szintén az egyik kis közösségünknek a vezetője Ladányban, hogy a ráknak már legalább 10 éve megvan az ellenszere. És bizony, hogyha körbenézünk szeretteink körébe, ismeretségünkbe vagy a családunkba, akkor mindenhol van rákos megbetegedés. Pedig 10 éve legalább tudjuk a ráknak az ellenszerét, és ezt pont ebben rejlik, hogy ne egyél szart. És akkor, ha nem élelmi szarral táplálod magad, hanem egészségesen, tudatosan táplálkozol, akkor elkerül téged többnyire ez a megbetegedés. A mi közösségünk éppen ezért a szükségletek alapvető igény szintjén az élelmiszer mentén jött létre, talán az élelem szó jobb lenne erre, és egy élelmiszer önellátó közösség vagyunk, melyben ma, ha a pártolótagok tanyáit is beleszámolom, a tanyák száma meghaladja a 100-at. És vannak tanyák, ahol 8-an vagy még többen élnek, tehát pontos taglétszámunk nincsen, mi a tanyákat kezeljük egynek. Célul tűztük ki természetesen azt is, hogy ez az egyik legüldözöttebb hungarikum, a tanyasi élet, és hogy így a legnagyobb rökközkötés és zöldbárok által történő elnyomás idején ezt a kiveszőben lévő kultúrát, a tanyavilág arculatát igyekezzünk megőrizni. Ezért majd beszélek tanyákról, a mi közösségünk tanyákból áll. A szakralitás és a spiritualitás az mindig megosztó, és azt gondolom, ahányan vagyunk itt a teremben, annyiféle igazságot tudunk magunkének, annyiféle igazságunk van. És a megosztásnak semmi helye a magyar társadalomban, és amiért én azt látom, hogy közösségek nem működnek, annak pontosan oka az, hogy a közös spiritualitástól eltérések vannak, és ezek az eltérések eredményezik azt, hogy te nem lesz otthonra abba a közösségben. A mi közösségünkben itt azért nincsen közös spiritualitás, nincsen közös szakralitás, hanem kizárólag az élelmiszer ökológiai módon történő megtermelése, az élelmiszer önellátás, ami közös, és ennek a közös szakmai megvalósítása, ami mentén megyünk és haladunk, és ennek 100%-ra történő, 100% fele történő törekvése. Ez egy út. Az ember nem lesz csak úgy élelmiszer önellátó egyik napról a másikra. Aki egy kis konyhakertet művel, az nagyon messze van attól, hogy kertészeti termékben önellátóak legyünk. Mi, amikor élelmiszer önellátásról beszélünk, nem egy kis konyhakertnyi területről, illetve nem hobbi vagy konyhakertészkedésről beszélünk, hanem elég komoly tudást tettünk már ebből az asztalra, és ez az a tudás, amiből bárki fölvehet, aki a közösségünkbe jön, a közösségünkbe csatlakozik. Olyan szempontból az utolsó óra van, hogy a közösséghez való tartozás talán az emberhez méltó élet egyetlen záloga lehet most itt, ebben a gazdasági átalakulásban, akkor, amikor az igények elkezdték inoktatni talpunk alatt a talajt, és bizony, lehet, hogy két lábbal is stabilan állunk a Földön, de ez a felszínen ideje már remeg. És most jóval inkább remeg, mint ahogy remegett mondjuk egy-két évvel ezelőtt. Ha megnézzük a politikai törekvéseket, akkor látjuk azt, hogy egyetlen egy politika sem támogatta ezt az életet, egyetlen egy politika sem támogatja és támogatta akár az 50-es évektől nézve idáig a tanyasi életet, és nem támogatta azt, hogy az önellátás útján elinduljatok. Mert az önellátó ember az nem lesz rabszolgája senkinek, nem lesz rabszolgája az ide telepített multinacionális vállalatoknak, nem a gazdi vagy főnöknek mondják, a igényeinek megfelelően fog táncolni vagy ugrálni, hanem a saját maga élete ura lesz. És hogyha egy közösségbe szerveződnek, akkor egyenesen minden hatalmát hatalmaskodó módon gyakorló politikusnak, vagy nevezzük bárkinak, gyorsan az ellenségei lesznek, ugyanis én 10 kiló krumpliért nem fogok még esetleg szavazni se elmenni, nemhogy valakire szavazni, de ugyanez vonatkozik a közösségünk bármely tanyájára, hiszen élelmiszerrel megvehetetlenek vagyunk. Természetesen az agresszióval szemben nem tudom, hogy mit csinálunk, mert én azt hirdetem, hogy a szeretetnek kell mozgatnia ezt az országot, szeretetnek kell mozgatni a közösséget, és nyilván ebben az országban bárki könnyen elnyomható, és jöhet egy-egy hatóság ellenőrzés, vagy bármelyikből, speciál az én anyában, tavalyében 6 ilyen volt. Ugye az a lényeg, hogy ne találjanak fogást az emberek,
lehetőleg próbáljunk meg szabályosan berendezkedni. És hogyha megnézzük a jelen társadalmi milliót, akkor azt látjuk, hogy ti, akik itt vagytok, én egy csodának fogom fel azt, hogy itt vagytok, ugyanis talán egy különleges gondolkodás az, ami ma ide vezéli az embereket. És talán azokban van meg ez a különleges gondolkodás, akikben a mainstream ezt nem tudta körülvagdalni. Én mainstreamnek nevezem azt az oktatási módszert, amiben akár a családbarát kormány, vagy akárki azonnal a gyerektrával bepakolja a gyerekeket, és majd fölnevelik ők a mi gyerekeinket. Mainstreamnek nevezem azt az orvostudományt, amit mondjuk én kiszoktam mondani, az ipari gyógyszergyár mozgat, és esetleg gyógyszergyárak megrendeléseire és kísérletire hagyatkoznak a tapasztalati orvoslás helyett, és mainstreamnek nevezem azt a mezőgazdaságot, mely ezt a világot, ezt a teremtett világot tönkretéve uralkodott el az egész Földön. Ugyanis ipari mezőgazdaság van, és ipari mezőgazdaságból származó élelmiszerek vannak, még annál a falusi kendős nénikénél is, aki bemegy a közeli takarmányboltba, és megveszi azt a takarmányt, amely genetikailag módosított szóját és kukoricát tartalmaz, és bárki megveheti. Vagy mondjuk a broiler csirkének, amit ő nevel, nevezzük tanyasi vagy falusi csirkének, de ugyanúgy az iparba felelhető takarmányokat adja, azzal eteti őket, és ugye nem 42 nap, amire a polcra kerül, hanem legyen 62 vagy 72, de ugyanúgy például narazin, ami egy antiparazitikum és halálosan mérgező, minden egyes rák több felnőtt ember halálos adagját tartalmazza, hogyha úgy nézik, minden egyes rák takarmány, vagy ugyanúgy tartalmaz egyéb hozamfokozókat. A tehén, aminek a tejét isszuk, ő hormonprogramra ivarzik, hormonprogramra ellik meg, és nulla utódja van a szaposított tejelőüzemekben, akkor, amikor ő elpusztul. Tehát ez szakmailag is fenntarthatatlan ez a rendszer. És annak örülök, amikor ennyien összejövünk és elkezdünk közösen, de másképp gondolkodni, annak ellenére mondom ezt, hogy vallom, hogy másképp gondolkodók nincsenek. Gondolkodók vannak. És elkezdünk belelépni ebbe az egészbe. És azok a családok, akik kiléptek az életből, kiléptek az addigi életnek hitt városi forgatagból, a munkahelyek világából, a pénzhajhászatból, legyenek ők orvosok, régészek, egyszerű fizikai munkát, segédmunkát végző emberek, mégis egy közös ponton találkoznak, ezen a közös ponton, amiről most beszélek nektek, az élelmiszer és a tiszta élelmiszer közös pontján. Ami akkor tiszta élelmiszer, hogyha te magad állítod elő. Én ezt az egyetemi katedrán Gödöllőn ismertem fel, és teljesen mindegy volt, hogy a biopiacra vagy kistermelőhez járok, nem tudtam 100%-ig felismerni azt, hogy közülük ki az, aki becsületesen állítja elő az élelmiszert, és ki az, aki nem. És mikor ezen az úton megindultunk, akkor megszületett első könyvem, amit már nem lehet kapni, és azt kapta a fenntartható visszafejlődés nevet, és akkor kezdtük el felismerni, hogy vannak körülöttünk más tanyák is, akik ilyen okból léptek ki az addig megszokott életből, és kezdtek el az élelmiszer önellátással foglalkozni. Amire a feleségemmel az élelmiszer önellátást megvalósítottuk ketten úgy, hogy állati termékből 100%-ig élelmiszer önellátóak voltunk, kertészeti termékből jobb esetben olyan 80, rosszabb esetben 75, szántóföldi növénytermesztésből nem. Addigra azt vettük észre, hogy nem marad idő a tanyán élni, és nem marad idő a gyermekeinkkel való együtt töltött időre. És akkor jött a gondolat, hogy régen ugye ez egy több generáció feladata volt, több generációs család letéteménye volt az élelmiszer önellátás és ez a közösségi élet. És mivel talán ez volt az utolsó közösség a falu közösségek után a család, ami megkapta az utolsó pofont a mostani mainstream gondolkodástól, mert már ugye az oktatásból gyökerezik, ezért látjuk, hogy nincsenek több generációs családok. Ezek a több generációs családok módszeresen és sok lépéssel lettek ma tönkretéve. És akkor ismertük fel, hogy a közösségi élelmiszer önellátás lehet az az út, amit megindulva egy minőségibb életet lehet élni. És olyan hálás vagyok ma, hogy több közösségi szintenünk van. Ugyanis nekünk egy közösségünk a központtól számított 10 kilométeren belüli területen van, és működő közösségünk van Tiszavárkonyszőlőben, ott van a kézlapi eljött, a Rénfogőszerca,
közösséget, működő közösségünk van Ladánybele és Kumbarac között, alakuló közösségünk Kecskeméten, Cegléden természetesen a tulipános tanya körül van a talán azt mondom, az egyik legjobban működő kis közösség, de nyilván hazabeszél a szívem. Alakulóban van Csemélyi és Lajos Muzsai közösségünk, és van egy közösségünk már a Dunán túlon, a Váli völgyben, akik nagyon szépen és rohan léptekkel haladnak. Amikor azt látjuk, hogy valaki kilép ebből az életből, és hajlandó megfogni a vasvillát, és egyetemi katedráról, magamról beszélek, eljutni a vasvilláig, az a mainstream szemébe visszafejlődés. Azonban az én szememben ez egy nagyon-nagyon felfele vezető út volt. És ez egy áldozatos út, és ti is tudjátok, hogy közösségbe élni, mezőgazdasági termeléssel foglalkozni, nem ipari szinten, erre fejlődjük figyelmet, az mindenféleképpen áldozat. És ezt az áldozatot nagyon nehezen érti meg a legutolsó pofont kapott közösségünk, a család. Ugyanis az én édesanyám úgy van vele, mint a fogorvos, akihez járok, azt mondta nekem a fogorvosom, dr. Székely Tünde, hogy nézem az életét Mihály, és látom az összes videóját, és látom, amit csinálnak, és bizony nagyon tetszik, le a kalappal önök előtt, de egy valamit tudnia kell. Ha maga, az én fiam lenne, megölném. És talán ugyan ezt érzi az édesanyám és az édesapám a mai napig, akik beleringatták magukat abban az életben, amivel a közösségem többi tagja is találkozik, aki mondjuk régésztörténész vagy közgazdász, és hirtelen a családja elé áll és megmondja, hogy tanyán fogunk élni és termelni fogunk, akkor ott is a család részéről hajtépés van. Ami egyébként arról az oldalról érthető és felfogható is. Viszont azt gondolom, hogy többen szembesültünk már ebbe a terembe ezzel a problémával, és azt kell mondanom, hogy én is, és talán mindannyian megértjük ebbe egymást, hisz mindannyian, akik itt vagyunk, ilyenek vagyunk, ezen az úton indultunk el, akár gondolatba, akár a tettek mezején. És jó körbenézni, hogyha hátra néztek ti is innen az első sorokból, látni azt, és magam is látom, hogy nem vagyunk egyedül. És ti sem vagytok egyedül ezen az úton, és lehet, hogy nem a több generációs család, aki most a kezünket fogja, hanem egymás kezét foghatjuk. Közös a devianciánk. Szokták mondani, hogy mindenki máshogy hülye. De hogyha ők ránk néznek, akkor ők talán azt mondják, hogy mi ugyanúgy vagyunk hülyék mindannyian. És ez nagyon jó. Köszönöm. Tehát mi közösségbe mehetünk a mellettünk ülővel, a mellettünk lakóval. És tudom, hogy jön a megkötés, jönnek a kérdések. A villanypásztor, én úgy szoktam mondani, mit értek azon, hogy villanypásztor? Mit fognak szólni? Hú, anyukám, a főnököm, a családom. Mi lesz akkor, hogyha most nem hagyom, hogy a főnököm a nyakamba lihegjen Excel táblázat, jobb esetben Excel táblázat gépelése közben, hanem nemet mondok neki. Nemet mondok arra, hogy én délután, így után nem fogok túlórázni, mert én a gyerekemmel akarok lenni. A párommal, a férjemmel, a házastársammal akarok lenni, és én mától nem fogok túlórázni, akkor sem, hogyha kifizeted. Nem fogok szombaton bejönni. Na mit fog szólni? Hogy mondjam ezt meg? Hogy fogom megvenni az új, olyan telefont a gyerekemnek, aminek a logója az emberiség botlásának, a bűnbeesésnek a jelképét viseli? Hogy fogom meginni azt a sört utána a munkaközben, vagy megvenni a boltba, amin a sátánnak a jelképe van rajta logóként? Mi lesz velem? Hogy fogom megvenni az új cipőt a gyerekemnek? Vagy mit fognak szólni a gyerekeim barátai, hogyha én holnap kiköltözök egy tanyára, és az élelmiszer önellátásnak kezdek élni? Hogy fogom befizetni a rezsit? Azt egyébként sem tudom, ugye? Hogy fogom kifizetni a gáz? Sehogy! Mert a tanyán nincsen gáz. Nem fogod kifizetni, mert nincs rá szükség. Ugyan az igények és a szükségletek az egy személyre szól, ahogy a spiritualitás és az igazság is. Isten soha nem tömegek által akar hozzád szólni, nem márkás testvérek vagy ügyeletes megmondók, lelkészek papbácsik szájából, nem. Ő 2000 éve direktbe hozzád akar beszélni, és hozzád szól, és neked kell meghallani.
úgy az igények és a szükségletek szintje is a tiéd. Lehet, hogy neked bele fog férni a gázfűtés, nem tudom. Hála Istennek nekem nem fér bele, és nincs rá szükségem. És itt a kulcs, hogy szükséged van, vagy nem. De nézzük tovább a villanypásztort, mert ez a mainstream által körénk rakott villanypásztor. Szoktam nézni a birkáimat, meg most a disznókkal vagyok így, de maradjunk a birka hasonlatnál, hogy a birkák bent vannak a villanypásztorban is legelnek, de körbe nagyobb a fű, és jobb lenne azt legelni. Egyébként az, hogy itt milyen gyönyörű fű van az országnak ezen a részén, az csoda. Majd erre ki fogok térni a végén. Akkor is, hogy a hónap a másik lábam is ilyen lesz, át a gondolat. És a birkák közül vannak másként gondolkodók. És tudja, hogy egyszer megcsíp a villanypásztor, de szabad vagyok, és tudnak jönni a többiek is, tehát jó, neki szaladok, elszakad, és kint vagyunk! És ezt megcsinálja egyszer, megcsinálja kétszer, háromszor, és tényleg kint vagyunk, és marha jókat eszünk, és várjunk, hogy szabadság van a következő kerítésig, ezt csak halkan mondom. És viszont a Conteos birka, ugye az mindig mondja, hogy mit mond a Conteos birka? Szerintem a pásztor és a kutya összejátszanak. De nem, nem. A pásztor a jó, őt kell követni, és a kutya ugye csak intézi, hogy aki nem akar a pásztort követni, azt követi a birka, ugyanis nem kihajtunk, hanem elől megyünk ki, és az állatok utánunk jönnek. A béres meg ezek hajtják őket, de az én állataim és az anyánkon lévő állatok, azok nagyon biblikus hasonlat, de hallgatnak a szavunk, és utánunk jönnek, aki nem, azt meg a kutya intézi. Ugye? De ez csak egy Conteo. És mindegyik a farkastól rettegnek, közben a pásztor fogja elvágni a nyakukat. Szóval amelyik háromszor, négyszer kimegy a villanypásztoron, és ezt átöri a technológiai selejt, és annak általában a pásztor előbb elvágja a nyakát, mert nagyon idegesítő ilyen lábban, én sem tudom esetleg megmagyarázkodni a szomszédnak, hogy miért megint az időcánájában vannak a birkák. Tehát áldozat. Ez a szerep, amit felvállaltatok a közösségetekbe, a családotokba, és én magamnak is mondom, és a birka hasonlatot magamra értem ebben az esetben, amikor nekirohanunk egyen-egyenként a saját villanypásztorainak, és elkezdjük őket szakítani, akkor lehet, hogy nem az első villanypásztor, hanem utána a kerítés, vagy a nagyobb kerítés, amiket már körénk húznak, ugye akkor majd ott, de minden esetre a pásztor, aki egyébként már a nyakadat ugye elvágja, ő nem fog ennek örülni, és nem fog tapsikolni. Nem fog tapsikolni a főnök, akit én csak latinó gazdinak hívok. Ugyanis eljött az idő, megérett a gondolat. Amikor megérik a gondolat, akkor tudod megfogalmazni, hogy kifele a villanypásztorból, nem számít, hogy mit fognak mondani, és bizony-bizony látják azt, hogy egy másik úton indultál meg, és eljött az idő, amikor a saját álmaidért fogsz élni, és napi 8-12 órában nem mások álmai fogod megvalósítani, hanem te magad a közösségben, a megfelelő helyen, a termelésben mondjuk, hogyha egy élelmiszerűen ellátó közösségről beszélünk, el tudod kezdeni ezt a változást, el tudod indítani ebbe az irányba a tanyádat, vagy a már meglévő közösségedet. És gyakori problémák, higgyétek el azokat, gyakran megfogalmazódó kérdések, és nehézsége azok, amiket most ti magatokban megfogalmaztatok. Azok a gondolatok, hogy ja, lehet, hogy ez itt beszél, de az én helyzetem egyedi, mert mondjuk hitelt fizetek, és nem is tud erről semmit, és egyébként ezer más olyan probléma van az én családomban, hogy az időszüleimet nem hagyhatom ott. Gondozásra szorul az édesanyám, vagy sérült gyermeket nevelek. De igen, mi nap, mint nap ilyen kihívásokkal találkozunk szemben, és nap, mint nap ilyen kérdéseket válaszolunk meg. Van remény ebbe az esetbe is. Ugyanis a közösségem tagjai közül vannak, akik ugyanezekkel küzdenek. És lesz benne olyan fő, akinek a problémája az hasonló a tiéddel. Ezért is van szerintem jelentős társadalmi szerepe jelenleg a Fenntartható Visszafejlődés YouTube csatornának, ami hogyha én nem vagyok szimpatikus, mert nem jól áll a fufrum, vagy valami, azt nem tetszem. De ott lesznek olyanok, akik számodra szimpatikusak. Nevesd el ezt az egészet az én unszimpátiám miatt esetleg. Hanem adj egy esélyt annak, hogy megnézed. És ott van deviza hitelből szabadult család élete a tanyán. Hogy hogy csináltál. És az ő utuk, és az ő bejárt utuk hiteles lesz a te számodra,
és rá fogsz jönni arra, ami a legfőbb üzenetem. Én nem arról beszélek, hogy miket oltasd be magadba, meg miket nem. Én arról beszélek, hogy ne félj, mert van remény. Van remény a te élethelyzetedbe arra, hogy újra tudsz indulni, hogy el tudsz indulni egy közösségbe ma, szeptember 25-én nem zárultak be a kapuk. Ezek nyitva vannak. És hogyha elindulsz ezen az úton, már mindjárt nem látjátok, hogy nem egyedül ültök egy padon. Akkor látni fogod azt, hogy egy adott közösség, válasz ki egy közösséget, ne a fűsz ide érdekeljen, hogy milyen, hanem nézd meg azt, hogy az a közösség, amit te, majd azt is elmondom, hogy tudtok holnap létrehozni egy ilyen közösséget, mint a miénk, de azt is, hogy ha van olyan közösség, ami tetszik, menj el és nézd meg, hogy működik-e. Mert egy csomó közösség nem működik csak az interneten, a YouTube-on. Nagyon bölcs és okos megmondóik vannak, mint amilyenek esetleg most, én is tűnök, és nincs mögötte semmi. Azt mondom, hogy ne higgyétek el, hogy az én közösségem működik, hanem menjetek, és nézzétek meg, hogy működik. Keresétek meg az ott szereplő embereket és a benne élő családokat. És ugyanígy álljatok az összes többi közösséghez, amihez csatlakozni akartok. És óvaintelek titeket a szektáktól. Vannak alapbetegségeim, ezt már mondtam. Az első alapbetegségem az, én itt majdnem felszentelt diakónus vagyok, római katolikus, de nem megbántva római katolikusokat, az első alapbetegségem az, hogy valláskárosult vagyok. Engem kirúgtak a fegyházból. A második alapbetegségem az, hogy intézményfóbiás. A harmadik meg, hogy van ilyen Excel táblázat töltögetés, itt is betegségem, tehát nem fogom kitölteni. Akkor is, hogyha sokat fizetnek érte, hogy baj lesz. Tehát menjetek és nézzétek meg, hogy működnek-e. De vannak olyan közösségek, akik azt fogják mondani, hogy devizahiteled van, no para. Nincsen pénzed elkezdeni, no para, gyere, én vettem egy földet, és erre a földre állíts fel egy lakókocsit, egy jurtát, építs rá házat, és ez a föld közös szellemi tulajdon. Én óvaintelek benneteket ettől. Azért intelek óva, mert működő közösség Krisna völgy. Tökéletesen működik, nem az élelmiszerre ünnellátás mentén létre, hanem spiritualitás mentén, egy olyan spiritualitás mentén, elkezdett szólni más mikrofon, ugye? Olyan spiritualitás mentén, ami számomra a halláskárosultságom miatt, piros lámpa, szoktam mondani lovas emberként, hogyha ilyet látok, felálló farokkal horkolva menekül honnan. És nincs baj ezzel, és Krisna völgy működik, mint szakrális, mint spirituális közösség, és működik, mint élelmiszerrel a közösség. És beköltöző Krisna völgybe, nagyon király, de hogyha jövőre te szalonnát akarsz enni, és disznót akarsz tartani, mert tetszettek a fenntartható visszafejlődés YouTube csatornán a vietnámiakról készült videó, és te úgy döntesz, hogy ezt akarod, akkor Krisna völgyből menned kell. Vagy egy vegán ökoközösség területéről menned kell. A házadat, amit odaépítettél, a munkát, amit beletettél, nem tudod magaddal vinni. Emberek és családok mennek tönkre, jutnak a válásig, vagy anyagilag nullázódnak le azoktól a közösségektől, ahova magántulajdon beadva, a pénzedet beadva, valakinek a területén kell tovább álmodnod az életedet. És általában ezeknek a közösségnek a vezetőivel én egy hasonlóságot fölismerek magamban, hogy kicsit pszichósak. És az ilyen emberekkel, mint én is, nagyon nehéz együtt élni. Egy valaki tud, a feleségem, most már lassan 13 éve, bírja, és még tol, még a lendületet teszi belém. És nehogy az legyen, hogy bekeveredsz egy olyanba, ami számomra piros lámpás, azért, mert ezeknek a közösségeknek úgy lenne fel, hogyha ott lenne az ökotemető a szélükön. És elmondanák azt, hogy hány család ment tönkre, és hánynak nem sikerül. Viszont joggal merül fel a kérdés akkor, hogy mi a sikeres közösségkeresés titka? Mi a sikeres tanyasi élet titka? Vagy én azt szoktam mondani, mert ez a kedvencem, ingatlan ügynök, keresd meg engem, hogy hogyan vásárol egy ingatlanos tanyát magának? Mert nem az internetről, képzeljétek el. Tehát ezeknek a tudásoknak a bázisát hozzuk létre az elmúlt években, és próbáljuk publikálni a YouTube-on, könyvek és cikkek formájában. Ezeket, amiket most én azt mondtam, hogy talán titkok, de ezek valójában nem titkok. Ezek a kiveszélyben lévő tudásmorzsák, annak a paraszti tudásnak a morzsái, ami a honfoglalás utáni letelepedéstől halmozódott, egészen azt mondom, hogy a 40-es, 50-es évekig, és onnantól kezdve félrelettével értéktelennek lett mondva, félrelettek jobban a gyógynövények,
félre lettek téve a füves embereink, a népi gyógyászaink, és azt mondják, hogy ezekre nincs szükség. Ahogy egy tegnapi előadásból belehallgattam, Kínából származó gyógynövényeket szedünk be. Hát lehet, hogy valakinek van akkora hite, hogy a gondviselés Kínán keresztül is működik, de én magam is azt hallom, ami elhangzott ezen a színpadon, hogy a gondviselés sokkal inkább működik a te kerteden keresztül, a te közösségeden keresztül. Ezeket a tudásokat gyűjtögetjük össze, és ezért írtam meg a második könyvet, melynek a Szelíd mezőgazdaság címet adtam, fenntartható visszafejlődés második része. Nem kapható sajnos se ez, sem az első rész, és azért merem bátran mondani, mert nem reklámozom, mert sajnos ezek a Gyükment Fesztiválon meglepő módon teljesen elfogytak. Aztán vannak dolgok. Szokták kérdezni tőle, és átérek az előadás második részére, hogy igen, de ti ott laktok, ott éltek, és azt eszitek, amit termeltek, és a közösségen belüli cserekereskedelemből van a lisztetek, egyébként szántásmentes szántóföldről származik, tehát már önmagában ez egy kuriózum, és meg lehet csinálni a múlcsozással, meg lehet csinálni minimáltillel tárcsázással, vagy a szerves trágya felülszórásával, és mindennel úgy, ahogy azt mondják, hogy nem szabad, ahogy a mainstream ma nem úgy tanítja, ahogy ma aranykalászos gazdok nem tanfolyamra, azt hagyjuk, osztályba beiratod a gyermekedet, akkor a mezőgazdaságból csak olyan dolgokat fog megtanulni, amire semmi szükség nincsen. Ahogy a legbeszélkültebb és a leggyengébben gondolkodó akkor voltam, amikor az egyetemi diplomámat elvettem, kézbe vettem, mert olyan tudást adnak, amivel nem lehet sikeresen elkezdeni gazdálkodni. Szerintem ez nem véletlen. Ez csak az árjában mondjuk. Na jó, de itt vagytok ti, Misi, itt a Giza, saját kert, saját állat, na de a chemtrail, az acetonos ezüstjodid, és mindenféle más dolog, hát na azokat hogy tudjátok kivédeni? Hát ugyanaz, ott van ugye a gondviselésben, ugye kerül egy kis só a vízbe, ahogy abban a mesében volt, vagy én azt mondom, hogy az ördög azért egy követ dob a fogaskerekek közé. És azt mondom, hogy itt most hányan vagyunk? És ahányan vagyunk, itt kevesen vagyunk, még a legyen vételked az önellátás, én ott kakott tojás vagyok, Zoli, mert nekünk átervünk az önellátás már 13 éve. Mi arra tettünk fel mindent? És nem tudunk közvetlenül hatni. Ha a csoportnak a 110-valány ezer követője itt van, és azt mondom, hogy gyerekek, menjünk és állítsuk meg, akkor egy nem tudjuk úgy megállítani, hogy az ne ütköző jogszabályban, és mindenkit én most is óva intek attól, hogy bármi módon az alkotmányosan fennálló rendnek bárhogy nem éri meg, hülyeség, mert nem tudsz rá hatni. 112 ezeren se tudunk rá hatni, mert nincs hatalmunk fölötte döntésileg. Viszont mi az, amire van? Mi az, amire van hatalmunk? Arra van hatalmunk, hogy ma eldöntjük itt a teremben öten, közületek csak öten. Döntsük el ma azt, hogy a mi szelíd, szeretetre épülő hadviselésünk az az lesz, hogy megpróbálunk ennek a rendszernek nem adni szavazatot és nem adni pénzt. Én amikor szavazatról beszélek, én meglepődtem, hogy ide beszűrődött a politika, de én megígértem előtt, hogy jövök. Amikor szavazatról beszélek, én nem az X-ekről beszélek, mert az a választóknak a dolga, aki pedig már elengedjen rendeznének, az kilép abból, hogy választó legyen. És elkezdi a gondolkodását úgy használni, hogy nem az a lehetőség, hogy ide vagy ide, a pirosat vagy a zöldet, vagy nem az a lehetőség a bevásárlólánc polcán, hogy ezt veszem meg, vagy azt veszem meg, mert ez még nem gondolkodás. Ez még a választás. Ez még a választói szint. A gondolkodás e fölött kezdődik. Amikor rájössz, hogy nem a közül választhatok, hogy ide kérem, vagy ide a pirosat, vagy a zöldet, és ezt vagy azt vegyem le a polcról, hanem ettől több. Ettől sokkal több. És az élet majd itt fog elkezdeni, itt fog elkezdődni. És ha öten itt a teremben közületek, öten megfogadják azt, hogy ők mától nem adnak le szavazatot a sátára, mától nem szavaznak az általa felépített mainstreamre, és nem fognak neki pénzt adni, akkor sokkal veszélyesebb dologról beszélek, mint hogy zöldet vagy pirosat, ide vagy ide, vagy ezt vagy azt a polcról. Nem. Mától nem vásárolunk ipari, mezőgazdasági tevékenységből származó élelmiszer, sem állatit,
sem növény. És ha vagyunk itt öten, aki ma erre jut, hogy mától nem, akkor már elértünk arra a szintre, ami felett van hatalmad. Van hatalmad dönteni a felett, hogy nem ezek a választások, hanem hogy a választás az, hogy vásárolok ipari mezőgazdaságból származó grill csirkét, májkrémet, növényi italt, vagy hogy mondjam ezeket, tejet, kenyeret, vagy pedig nem vásárolok. Én azt mondom, hogy én nem vásárolok, és én elég rég nem vásárolok, és a közösségem is elég rég nem vásárolok. Erre hatalmunk van itt ma, hogy eldöntsük. És hogyha ezt megléted, akkor rájössz arra, és ha már gondolatba forgatod, akkor a te szükségeid már elég erősen vannak fenyegetve, a te igényeid erősen vannak fenyegetve a szükségeid által. És rájössz arra, hogy akkor legyen egy közösség, az az előadás vége lesz, ami lehetővé teszi számomra azt, hogy ne kelljen ipari, mezőgazdasági üzemekből származó állati és kertészeti termékeket soha többet a testembe vagy a gyermekeim testébe tenni. Én úgy vagyok vele, hogy ami akármilyen irányból az én testembe bekerül, az az intimitásom legmagasabb foka. Ezt nem veheti el senki. Nincs joga a Magyarországon multinacionális vállalatot vezető személynek, hogy előírja azt nekem, hogy a munkavégzéshez milyen kötelező oltások kellenek vagy nem kellenek. Nincsen joga. Istentől rám ruházott legmagasabb jog. A saját testünk feletti önrendelkezés joga, amiben nem csak ez van benne, hanem az élelmiszer is. És ugyanígy jogunk az, hogy a saját magunk által előállított termékeket együtt, és egy alulról szerveződő ilyen gondolati rendszerrel bontsuk le ezt az egészet, ami most begyűrözött körénk. Ami nem gazdasági válság, nem pénzügyi válság, és nem is élelmiszerválság, hanem az igények válsága. Azoknak az igényeknek, akik elhitették veled, hogy neked jár akinek jár a bevásárlóközpontban lévő kenőmája. Nem jár! Azért nem jár, mert meggyőződésem, hogy Isten eredeti terve számodra nem az a kenőmájas. Mert kérdezem azt például, hogy miért kell genetikailag módosított szója a parasztkolbászba? Miért kell a állomány növeli a kenyérbe, és mondjuk egy kenyér miért nem lisztből, vízből, kovászból és sóból van, hanem kenyérborból, meg instant dolgokból, mert ezek egy instant világ, instant igényei, ami van egy jó hírem, a szemünk láttára fog darabokra hullani az elkövetkezendő időben. És biztosíték számomra az, és látom, hogy egyre több nagy áruházba, hogyha bementek, kapom a fényképeket tízesével a messengeremre, hogy le vannak zárva a nagy bevásárló központnak részei, és ki van írva, hogy felújítás miatt zárva, türelmüket és megértésüket köszönjük. Nem a felújítás miatt van zárva, hanem azért, mert nincsen elég élelmiszer, amit kitegyenek a pultra, és nem akarják, hogy egy felvásárlós pánikhelyzet legyen. De ne vásároljatok föl! Én nem azért vagyok itt, hogy vásároljatok föl, és pánikot keltsünk, hogy bizony lesz, hogy nem lesz mit enni, hanem azért, mert most még nem késő, és hatalmad van arra, hogy ezt a döntést meghozzad. Hatalmad van áll, hogy eldőnts, hogy mikor akarod ezt az életet elkezdeni. Akarsz-e így élni, amiről beszélek, vagy amiről itt Géza is hiteles tanul, és biztos, hogy többen vagytok, akik hiteles tanulni az élelmiszer önellátásnak, vagy az élelmiszer önellátásra épülő közösség életben. Mikor akarsz változtatni? Mikor mondod azt, hogy elég? Legyen az életetekben olyan, hogy elég. Olvasok egy könyvet, egy gazdasági könyvet, ami arról szól, hogy boldog lehetsz, de elégedett nem. Ez kamu. Ha elégedett vagy, akkor leszel boldog. És hogyha te nem vagy elégedett az autóddal, a ruháddal, nem vagy elégedett a telefonoddal, a számítógépeddel, a feleségeddel, a férjeddel, akkor te nagyon nagy bajba vagy, mert te a mainstream által irányított ember vagy. A legnagyobb paradoxon az, mindenki tudja, hogy a tévében nem igazat mondanak, ott hazudnak,
Mindenki tudja, hogy a tévéhíradó nem igaz. Mégis amikor szavazni kell a döntésével, akkor annak megfelelően dönt. Ez a legnagyobb paradoxon, amivel én találkoztam az elmúlt években. Ne hagyd, hogy az irányítás, a te tested, a te akaratod, a te boldogságod és elégedettséged fölött másnál legyen. Ezt nem szabad hagyni. Soha ne cseréld le a feleségedet látszólag jobbra, soha ne hagyd ott a férjedet, és elégedj meg azzal, ami neked van. És ne az legyen az elég, hanem törekedj arra nap, mint nap radikálisan és kőkeményen, és a hadszíntér itt van. A legkeményebb harcokat itt vívom nap, mint nap. Törekedj arra, hogy ez az elég, ez sok legyen. És nap, mint nap, kevesebb legyen az, ami elég. És el fogsz jutni arra a szükségletre, ami alapján te boldog lehetsz. Nálunk családok élnek jurtába, víz és villany nélkül. Családok élnek víz és villany nélküli tanyába, megelégedettem, boldogan, és higgyétek el, több mindenük megvan, mint mondjuk nekem, akinek még hálózati áram van a tanyámban. Mit tehetsz? És hogy hozhatod meg a döntést? Amit át akarok adni, és nagyon fontos számomra, hogy nem szeretnélek hibáztatni. Nem te vagy a hibás akkor, hogyha még ezt a döntést nem hoztad meg. Nem te vagy a hibás akkor, hogyha nem találtál még közösségre, hogyha nem léptél még az élelmiszer önellátás felé, és nem vagy hibás, hogyha te még holnap, sőt a jövő héten is az élelmiszer láncba fogsz vásárolni. Mert ez nem a te hibád, hogy most itt ez van Magyarországon, és egy pillanatra ne hibáztasd magad, mert én sem foglak hibáztatni. A mi közösségünkben, akik belépnek, a legbelső körünkben, ott még ugyanilyen emberek vannak. Én is ezekkel küzdök. És semmiképpen nem vagy hibás abba, amiben ma vagy. De szeretném elmondani, hogy a félelmeidre is ugyanez vonatkozik. Hogyha téged még egyelőre megfog a villanypásztor, hogyha téged még egyelőre kiszolgáltatott helyzetben vagy, és muszáj bemenned dolgozni, akkor nem foglak hibáztatni. De minden esetben el szeretném mondani, hogy ezért felelős a villanypásztor. Az a villanypásztor, ami láthatatlanul is ki van húzva körénk, amit a mainstream oktatás, a mainstream mezőgazdaság, amit a mainstream média, a fősodratú média, ugye, a fősodratú mezőgazdaság, a fősodratú tudomány, és minden ilyen tett veled, tesz velem, és tesz ma is, és érteti őt ez ma is, hogy mi rászavazunk a boltba, amikor vásárolunk. Mi a legalapvetőbb szükségünket a testünk feletti önrendelkezési jog mellett átadtuk a mainstream hatalmába. Ez az, amiért én eljöttem, és ez az, amiért mi élelmiszerönellátó közösségeket hozunk létre az országba, mert ezt nem hagyhatjuk annyiba. Azok az emberek, akik ébrednek és eljönnek egy ilyenre, biztos, hogy egyenegyenként különlegesek vagytok abba, hogy a gondolatotok téged ide, titeket idehozott, mert érzitek, hogy szorít a cipő engem is csak másért. Érzitek azt, hogy ez pillanatokon belül össze fog dőlni ez az egész, és valamit csinálni akartok. És áldozatot hoztok már, csak azt nézitek egy vasárnap áldozata, hogy a szeretteiteket a komfortzónát otthagyva, ti kiléptetek és eljöttetek ide azért, hogy ezen az úton, ebbe a háborúba ti még jobban fel tudjátok vértezni magatokat, elsősorban azokkal az emberekkel, akik mellettetek ülnek, és akik meg tudnak erősíteni titeket, és egy lökést tudnak adni abba a itt a hadszíntér, a gondolatba zajló háborúba, hogy lépjetek ki a fősodratú dolgokból. És legyen az első az, hogy nincs iparból származó élelmiszer. Tehát magamnak termelem meg, mert nem tehetünk arról, és te se tehetsz arról, hogy mivel etetnek téged itt vagy itt. Hogy kikkel vagy kénytelen együtt enni és inni. Hogy a világgal iszol-e és eszel-e együtt. Akár itt vagy itt, ugye nagyon fontos. És ez az,
ami, hogyha körvonalazódik előtte, nem el tudsz mondani. És most fogok beszélni másról is, azért, mert olyan előadók is el fognak ide jönni, akiket én nem tudtam, hogy eljönne. És nagyon szeretném, és a legnagyobb szeretettel kérlek titeket, hogy soha ne legyenek emberek, soha ne legyenek embercsoportok vagy rasszok azok, akiket hibáztattok azért, hogy ez az egész ide jutott. Mert akkor az egész gondolati hadszíntér félrecsúszik, hisz lenéz a szeretet fonaláról, és el fogsz menni oda, hogy a saját sérelmeidet, kudarcaidat kezded el kivetíteni másokra, és nem fog előre vinni. Nem leszel sikeres sem az élelmiszerellátásban, sem semmiben. Nincs rá hatalmunk, és nincs rá befolyásunk. Amire van, az én döntéseim, és az, hogy mikor hozom meg ezt a döntést, mikor akarsz más életet élni. Mikor veszed észre, hogy mindannyian ugyanúgy hibásak vagyunk ebben, akik bemegyünk a boltba, és megveszik a joghurtot, vagy megveszik a pümör salátát, a tojást, vagy éppen az étterembe bemegyünk, és eszünk egy grill csirkét. Mi vagyunk a hibásak, a mi gondolataink, és az a mainstream, ami ezt közé teszi. És soha ne vetítsétek ezt ki másra, mert nem fog működni az élet. Mert Isten az átkozódást és a szeretetlenséget soha, de soha nem áldotta meg, és eszán sem fogja. És biztos vagyok benne, hogy az egyedi igazságok, amik nálatok vannak, azok nagyon nagy igazságok, és igazad van, amikor azt mondod, hogy ez egy nehéz élet, igazad van, amikor azt mondod, hogy nem mindenkinek sikerül. 10 anyából 6 nem jön be én körülöttem. 10 anyából 6 nem sikerül. Mert nem megy nekik, de ők a háborút, azt itt bukják el. A háborút gondolatba bukja el. Én nem árulok zsákomacskát. A szelíd mezőgazdaság vége, az utolsó fejezete annak a könyvnek az, hogy tanya temető. Én nem szeretem rózsaszín mázzal leinteni ezt a tanyasi életet. Nem szeretem azt mondani, hogy mindenki most menjen tanyára, mert sikeresek lesznek és menni fog. Ennek nehézségei, kihívásai vannak. És bizony olyan dolgok elé állít téged, ami szakma. Egy olyan pályán kell focizni, ami nem a konyhakert vagy a balkonkertészet. Egy más jellegű kihívás, de lehet sikeres. Azt mondom, hogy ha itt elkezded megnyerni a csatát, az igényeiddel szemben, a szükségleteid oldalán, akkor menni fog a tanúsi élet is. Mert mindenkinek megy, aki ezt a csatát megnyeri. Mi az, amit tehettek? Mi az, amit ma tehetünk? Mert lehet, hogy holnap után szoktak ilyen dátumokat megjelenni, hogy na mikor lesz a nagy baj, de én ezeket sose hiszem el. Mert ez a nagy baj már van. Mert lesznek, akik nem fogják tudni kifizetni a rezsiket, lesznek, akiknek a gazdi az, akiket a gazdi elzavar majd, tehát nem lesz munkahely, és akárhogy is akarod napi 12 órában megvalósítani mások álmát, a magadé helyett már nem fogsz kelleni, mert nem tud majd kifizetni, de egyet szeretném, hogy tudj. A munkádért kapcsolatban nem a pénz az, amit kapsz. A pénzzel nem a tudásodat veszi, mert nem a tudásod van kifizetve a pénzzel, hanem egy sokkal súlyosabb dolog, az időd. Az az idő, ami mindannyiunknak véges, mert meg fogok halni, és ti is meg fogtok halni. És nem tudom azt mondani, hogy ez nem-e 3 óra múlva hazafele lesz a remélytelen. Ahogy te sem tudod azt mondani, hogy ez holnap lesz, 1 hónap múlva, 4 vagy 5 év múlva. És amikor elmegyek dolgozni a munkahelyemre, és szeretem csinálni, amit csinálok, mondjuk, mert az aldi pénztárában én meg tudom valósítani önmagam, ezzel vigyázzatok, akkor azt az időt, amit nem ott töltök, az alatt az idő alatt nem tudom szeretni a gyerekemet, nem tudom szeretni a feleségemet, a szeretteimet, a családomat, mert az a véges időm van odaadva, ezért a kis pénzért, amiért cserébe a gyerekem és a feleségem és a rám bízottak szintén a mainstreamnek vannak az idő alatt kitéve. Tehát mindig azt látom, hogy az idő van, az életetek, minden perce van a mérleg másik nyelvében. És hogyha azt kérdezném, hogy ki az, aki biztos benne 100%-ig, hogy egy év múlva még élni fog, akkor nagyon kevesen fogják föltenni a kezüket, mert 100%-ig ebben nem lehetünk biztosak. Szeretnék még egy olyan megoldási javaslatot adni, amit még nem mondtam el sehol. Idefele a Géza barátommal beszélgettünk ennek lehetőségéről, ha bár vélhetőleg itt kevesen vagytok azok, akiket ez a lehetőség érdekli. Ha megnézzük a családokat,
akkor vannak olyan családok, amik a mainstream ellenére nagyon jól működnek. Megmaradt az összetartás, az egymás emelése és a kézfogás. De vannak olyan utcák, szomszédok, vagy baráti körök. Baráti körök az egyetemről, a klubból, a lövész egyesületből, vagy ahova jártok. Akik barátok vagytok, és szoktok beszélgetni ilyen dolgokról. És mondjuk van öt család, öt ilyen család van, akik azt mondjátok, öt család, egy mondjuk a lakóparkban, kettő ott beljebb kicsit Gyömrőtől, mondjuk Budapesten, még kettő meg Kertvárosban, és mondjuk ügyvéd, orvos, pénztáros vagy olyan, aki nem akar ezt csinálni, de öt család összefog. Mindig azt szoktam mondani, hogy fogjam össze egy utca, de én sem szeretem úgy a szomszédaimat, ahogy kellene. Öt család, az öt legszimpatikusabb közel lakó család, és azt mondja, hogy veszünk mi öten közös tulajdonba egy tanyát, egy zárt kertet, egy olyan hobbinak mondják szerintem. Veszünk valami olyan területet, ahol lehet egy farmot, egy te kicsibe gondolkozatok, néhány millió, vagy max. 10 millió forintig, ahol el lehet kezdeni. Akkor, hogyha közülünk, ötünk közül van valaki, a Józsinak a középső fia, na az egy jó gyerek, az meg tudja csinálni, meg is akarja. Kivesszük a mezőgazdasági technikumból, mert fölösleges az odaján, és Józsinak a fia, a Lacika, az beköltözik a tanyába. Közös felelősségvállalással mi öten megbízzuk a Lacikát abba, hogy lakjon ott, és fizetünk neki az élelmiszerére, hogy a boltba is fizet, és a Lacika kezdjen el csinálni egy fóliát, amit közös pénzből hoztok létre, kezdjen el fejni jövő héten egy tehenet, amit közös pénzből vesztek, kezdjen el csinálni, összeismerkedett a Tündivel, és a Tündi oda is költözött már hozzá, mert szerelmes és fiatalok, ki, ahogy tudja, mindig a házasság után összeköltözés híve vagyok, de ez már spiritualitás, és ez nem az élelmiszer önellátás, tehát nem tartozik a közösségnek. Tündi oda költözött, és a Tündi kérlek egész ügyesen csinálja a sajtokat. És vállalja azt Lacika meg a Tündike felelősen a ti megbízásatokból, a ti köreitekből, a közösen vásárolt farmon, tanyán, vagy ahogy tetszik, hogy számotokra szezonális élelmiszereket fog előállítani, és napi 8-12 órában ebbe fog dolgozni a leendő feleségével, családjával, gyerekeivel. Vagy mondok más, van olyan, aki ezt csinálná a családotokba, és fölötte lebeg a devizahitel kilakoltatása. A pallos már fölötte van. Tudtok segíteni rajta, hogyha ő rátermett és megbíztok, a bizalom az első abban, nézem az órát, hogy ő ezt csinálja. És öt család összefogásával hozzatok létre egy olyan gazdaságot, amiben már nektek élelmiszer képződik. Amiben nektek Lacika megcsinálja nem csak a salátát és a tojást azonnal, hanem néhány hét múlva, néhány hónap elteltével már lesz azért egy kis füstölkolbász, egy kis malac, vagy vágott bárány is. És ti pedig kötelezzétek el magatokat egytől egyig, öten a családba, ezekben a családokban, hogy mi tőle fogjuk megvenni. Akkor is az ő paprikáját fogom enni, hogyha kicsit tritz szúrott. Akkor is az ő kolbászát fogom enni, hogyha mondjuk nem olyan finom, mint amit előtte annál a hentesnél vettem, aki ki tudja, mit tesz bele. Akkor is tőle fogom megvenni a 120 kilós hízót, hogyha nem tudja odaadni 510 forintért, csak 560-ért. Kötelezzétek el magatokat rá. Járjatok a munkahelyeitekre, csináljátok a vállalkozásokat, és valósítsátok meg önmagatokat a világi életbe, hisz például most egy sebészorvos van, akinek hivatása az, hogy sebész, és közénk akar jönni, ott szeretne egy tanyát, ő éljen a hivatásának. Mert sebészre mindannyiunknak, sajnos én is tudom mondani, szükségünk van. De neki meg szüksége van élelmiszerre, ahogy nektek is a közösségen belül. Ti segítsetek a Lacikának, hogyha jogászok vagytok, hogy a szomszédja, aki a mainstreamet tolja, ne sodortassa át a vegyszert a ti kertetekre, mert ha jogász vagy, tud segíteni. Ha ács vagy, akkor segíts a Lacikának abba, aki a te ötfős családi, baráti vagy bármilyen közösséged Lacikájáról beszélek, hogy csinálsz neki egy szanetlit. Ha kályhás vagy, építesz egy kemencét, amiben már tudja majd sütni számotokra a kenyeret, amit pénzért veszek meg. Mert neki ki kell tudni teljesedni ebbe az egészbe, és nem várhatjuk azt, hogy ő a ti biorobotok, vagy bármi legyen.
ő el tudjon menni nyaralni. Legyen köztetek olyan, aki át tudja venni a gazdaságát. Ne akarjuk őt betűrni azonnal, mert nem biztos, hogy olyan hülye, mint én, hogy ezt csinálja a nap 24 órájában, meg a feleségem 13 éve. Maradjon meg a szabadsága, hiszen ez egy folyamat. Nem fog menni egyik lépésről a másiknak. Maradjon meg, és próbáljátok meg. 5 család fogjon össze. Lehet 4 vagy 3. És van annyi hatalmatok, hogy ezt a döntést meg tudjátok hozni. Menjetek el holnap a foci csapathoz, a röpi csapatba, vagy ahova jártok, ahol ti kötődtök, és beszéljetek erről. Üljetek le, és valósítjátok meg. Lehet, hogy valaki idős, de van neki mondjuk kis félretett pénze, és azzal beszáll a ti dolgotokba. Menjetek el és kezdjétek, és szeretettel ajánlom a Fenntartható Visszafejlődés YouTube csatornát, cikkeit és mindent, mert részletesebben választ fogadni a kérdéseiteknek. Még egyszer elnézést kérek, hogy ülve beszéltem itt hozzá, tehát állni szoktam, most sajnos nem tette a dolog máshogy lehetőre, de akármennyire szembe fújt a szél, akármennyire, és minél jobban fújt, eljöttem, és ti is menjetek, mert a fősodrattal, a mélyszínmel csak szembe lehet úszni. Nem lehet sodródni. Ne sodródjatok, hatalmatok van dönteni, hozzátok meg ezt a döntést, és hajrá! Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok! Hogyha merül fel kérdés, nem tudom, egyetemistáknak adtam megint elő 50-nek, és 2 volt, aki tudott kérdést feltenni. Kérdés, hogyha van, akkor... Ezeken a tanyákon a gyermekvédelem nem avatkozik be, hogy ott nincs villany, meg ilyenek? Úgy gondolom, nem zavargatják őket? Nem, úgy gondolom, hogy ma nem előírása egyetlen egy ilyen dolognak sem ad. Általában akkor van baj, hogyha a kiskorú veszélyeztetése merül fel más okból, de víz és villany nélkül ma lehet gyereket nevelni. De láttam, ott nehezebb helyzetben vannak, mondjuk a Balaton felvidéken kispréstházba költözők, de gyanítom, hogy itt Velem mellett is picit nehezebb helyzetben vannak, mert a velemű védőnő még lehet, hogy olyat nem látok. De mondok valamit, a Homokhátságban a Dunatisza közé lévő védőnő nagyon sok mindent látott, és ő még akkor mást is látott, tehát picit könnyebb a helyzet szerintem a tanyás térségeken ebből. Nyilván ugye a gyermeknek tiszta ruha kell, élelmiszer kell, járatni kell iskolába, óvodába, ugye gondoskodni kell mindenről, amit elindult, de ebbe a hálózat függőség nincsen benne. Lakcímet kell tudni létesíteni, tehát hogyha nyugtát akartok valahol fölvenni, ott lehet gond, de aki keres, azt talál, és ezer helyen ott van a megoldás, hogy lehet ezt csinálni. Köszönöm. Még van időkérdésre, még egy kérdés. Bocsánat, hallom, hogy megkérdez, csak nem látom. Az őt követ említettet, amely ki fogsz kérni. Ja, köszönöm, nem maradt idő. Pedig azt mindig el szoktam mondani, hogy azért a csomó helyen a mainstream kicsúcsosodik úgy, hogy már a választóknak a gondolatait is fenyegeti abba, hogy húha, lehet, hogy ez tényleg a sátán. Ilyenek például egyébként a pszichiátriák. Tökéletesen lehet látni, hogy Isten tervével nem egyeztethető össze. Ott az a gyógyszeripari kísérlet, amit a pszichiátrián a fehér köpenybe bújva emberek a tudomány nevében végeznek. Nem. De ugyanez van az időjárás befolyásoló rendszerekkel is. Az a különbség, hogy itt azért kevésbé kiképzett katonái vannak a mainstreamnek. És azt szokták mondani a TV-ben, van is olyan videóm, hogy például a jégkár mentesítő rendszerre az nem befolyásolja az időjárás. És ezt meteorológusok, ügyeletes okosok és jó kinéző szakemberek lenyomják a mainstreamben, a fősorozatú médiában, hogy nem befolyásolja az időjárás. Én nekem egy egyszerű tanyasi embernek csak egy kérdésem van, azt akkor minek? Mert hát nem azért csinálják, hogy ne essen jégeső? És ha nem esik jégeső, az nem az időjárásnak a befolyásolása? Ma Magyarországon 25-30 kilométerenként boldog-boldogtalan lövi az ezüst jodidot
a levegőbe, és szeretném, hogy azoktól a gazdáktól ne vásároljatok se almát, semmilyen gyümölcsöt, akiről tudjátok, hogy jégkármérséklő rendszert üzemeltet. Az acetonos ezüstjodid egy erősen mérgező anyag, ami utána visszahúr a földre. És szépen ezeket a kis jégkristályokat, de több videón van róla, én azt tanultam földrajzból, gimnáziumban, hogy minden egyes eső, ami mondjuk velem fölött megindul, az 3500 méter magasan a kis esőcsepecskék jégkristály formájában élik a mindennapjaikat. És ez a jégkristály az, ami lefele éve megolvadva az esőt eredményezi. És amikor ezeknek a kis jégkristályoknak acetonos ezüstjodiddal 25-30 kilométerenként az ország úgy, hogy szabadon mindenki hónap mehet egyet és nyomhatja az esőfelétre, akkor látjuk azt, hogy megtörténik az a szörnyűség, hogy olyan aszály lesz Magyarországon, ami még soha nem látott aszály. És szeretnék mondani valamit. Nézzétek meg, nekünk több régészünk van, most már második lesz a közösségben. A Duna Tisza közén, ami ma ugye az egyik legveszélyeztetettebb terület az első hatagosodás szempontjából, nem iszok műanyag palacból vizet, akkor sem, hogy itt van. Ott megmarad idő. A történelem folyamán mindig megmaradt az élet ezen a részen. Mindig is éltek emberek, mert voltak már nagy aszályok. Ezt szokták mondani ezek az okosok a tízében. De volt a kutakban, megmaradt a víz. Ma az 5 méter még kutyaink ki vannak száradva. 5 méteren nincsen talajvíz. Ma az 50 méter mély tanasi kutyaiban a víznek a nyugvó pontja, amit ugye a rétegnyomás nyom is, milyen magasan van a víz a kutba, az a nyugvó pont 8-9 méteren van. 8 méterrel a hidrofor még fölveszi, 9-ről meg már nem, és a pumpás kut se veszi föl az ilyen átmérőjű kutakból a vizet. Az alapvető élet feltételei szűnnek meg ezzel a mesterségesen keltett aszállyal a Duna-Tisza közén, ott, ahol valójában az ország éléskamrája kezdődik, ez a cegléktől kezdődő alföld. Megszűnik az élet, lemegy a talajvíz 6 méter alá, ki fog pusztulni az összes fa, és az egész egy füves sztyeppe lesz, egy időszakos füves sztyeppe. Én akkor is ott maradok, mert solymászok, és lehet majd vándorsolyomban is akkor vadászni. De nem, tehát ennek a megállítása is ott kezdődik, amiről beszéltünk, meg tudjuk állítani az asszályt. Van rá hatalmunk, de nem azzal, hogy erőszakosan bármi ellen fölépünk, vagy megjelölünk közellenségeket, nem jelölünk meg, nem lépünk föl, hanem hónaptól nem szavazunk rá, nem adunk neki pénzt, nem vesszük meg az almáját, a sertéshúsát, nem vesszük meg a gabonáját, mert nekünk nem kell, mert lépéseket teszünk annak irányába, 5 összefogott családdal, hogy 5 összefogott család összekapaszkodva alulról megteremti a lehetőségét annak, hogy 5 családi ember élelmiszerét ne ezektől kelljen megvásárolni. Köszönöm. Utolsó percet, átadom a következőt. Radics István itt a gyakorlati dolgok főszervezője. Ő neki szeretnék egy nagyon-nagyon nagy köszönetet mondani, mert ezt az egészet ő szülte itt meg. Én nekem csak a programokban, meg az előadókban, meg az eseménynek a reklámozásában, létrehozásában volt szerepem, mindent a Pistinek köszönhetünk. Napok óta nem alszik, ott van hátul, egy nagy tapsot szeretnék. Neki is egy nagy köszönetet. 3 napja nem alszik az úriember, ő szponzorálta be anyagilag is az egészet, ennyire 5 millió mínuszban vagyunk.